filmzenékkel és kedvenc slágereivel várja a közönséget nyári koncertjein Kovács Kati. Vendégünk a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, énekes, dalszövegíró. Szervusz, jó estét is! Szervusz, Angéla! Szervusz, Gábor! Ha nyár, akkor szabad tér, és bizony, nagy slágerek, és erre készülsz most június 15-én is, a Retro Páholyba, Nyíregyházára várjátok a közönséget. Igen. Mivel várjátok? Jól tudod. Húha, hogy mivel vár? A film slágerek élő nagy koncertje lesz ez. Csak bemutatom neked. Ezek a slágerek szerepelnek, majd Love Story, ezt látom a közepén, Robin Hood. Most akartam mondani, hogy ennyi filmben énekeltem, hogy körülbelül ez 25, körülbelül. Az igen. Ennél, hát de nem mozgass, még akarom elolvasni a többit is. Ilyen jól olvasol? Igyekszem. Messze vagy a szemüveges időtől, úgy látom, igen. Szóval eltávozott nap. De van egy pár dal, aminek én írtam a szövegét. Ezt azért írtam, mert senki nem mondta, hogy nem szabad. Gondoltam, mégiscsak jobb, hogyha magyarul éneklek, mint ha angolul éneklek. De olyan dalokat fordítottál le, aminek van szövege, tehát olyanra nem írtál szöveget, aminek egyáltalán nem volt. De írtam. Olyat is írtál? Igen, a Vangelis dal, azt hiszem az egyik a Tűzszekerek című filmnek a dala, volt címadó dala, a másik az 1492. Tényleg, biztos meséltem már nektek, hogy valójában elküldtük Vangelisnek, mert kötelező engedélyeztetni, és azt mondta, hogy annyira tetszik neki ez a szöveges változat, akkor még nem készült egyáltalán semmiféle szöveges változata a film címadó dalának, hogy ír ajánlást is a következő lemezemre. Hát kellene nagyobb kitüntetés. De kedves. Akkor te nagyon szereted a filmslágereket, ugye? Elmondható nagyon, róla? Nagyon-nagyon szeretem. Hát vannak azért, amiket éneklünk, azok a dalok azért vannak, amik meditatívabbak, egy kicsit nyugodtabbak. A keringő a Miss Arizonából, vagy ennek nem én írtam a szövegét, egy tehetségesebb szövegíró Dusán írta. De igen. De az az igazság, hogy olyan filmdalokat szeretek nézni, amikor behúnyt szemmel esetleg egy pár perc kiesés van a filmet illetően, hogy sírva fakadok, vagy elérzékenyülök, vagy elvarázsol a zene. Szóval ezek a, igazság szerint azokat a filmzenéket szeretem, amik egy kicsit úgy át, hogy is mondjam, csak más régiókba visznek. Átmelengetik a lelket egy kicsit? De annyira, hogy még sírva is fakadok. De mitől jók a filmzenék? Szimfonikus zenék? Szimfonikus zenék. Ezek majdnem mind szimfonikus zenék, igen. Mitől jók ezek a zenék? A filmtől? Tehát, hogy ez ugye oda-vissza csatolás van, hogy vajon jó zenék lennének-e, ha a film nem lenne alattuk, vagy jó lenne a film, ha ez a zene nem lenne alattuk, mert amikor már filmzenéről beszélünk, akkor ez a kettő összejön, tehát egy, már nem összművészet, de mégis valami, és az emocionál minket valamilyen módon. Nyertél. A film nincs zene nélkül, és a zene nincs film nélkül sokszor, úgyhogy mind a kettő kell, mert egy jó zene, gondolj csak bele, hogy mi lett volna az 1492-es film, vagy Paradicsom meghódítása. Ahogy, de így volt, az hogy, a nagyszerű. Hogy milyen volt. Jellegzetes a zenéje, vagy például, azt én nem éneklem, de tudom, hogy gyönyörű szép a Titanicnak a zenéje. Vagy volt egyszer egy vagy nyugodt. Vagy a Keresztapának a zenéje. Vagy a Keresztapa. Ezt külön meghallgatom. Hogy van a Keresztapa zenéje? Alla più piano Venus uno sentirà, il nostro amore lo viviamo dall'assù. 20-20 él. És Álpacsinó. Azt gondolkodtam, hogy kiénekelt eredetibe. Azt nem tudom. Széchy Pali talán. Lehet, ugye? Nem, de lényeg az, hogy ezek csodálatok. Mikor kattantál rá ezekre? Emlékszel? Mindig. Amikor még egészen kicsi voltam, Egerben nőttem föl, akkor 20 filléres jeggyel, ami kimondani is jó pofa, 20 filléres jeggyel oldalt ülhettem a moziban, és jódlisztak. És akkor hazamentem, jódlisztak a filmben, csak ilyen sziluetteket láttam, semmi egyebet. És ahogy jódlisztak, hazamentem, és a telekürtöltem a szomszédságot mindenféle kísérleti jelleggel. Addig énekeltem, míg meg nem tanultam egy kicsit jódlizni. Csak egy példa. De mindig is hatással voltak rám a zenék. Egész gyerekkorom óta, kicsi gyerekkorom óta tanulgattam a zenéket, filmzenéket. És van egyébként olyan, három olyan filmed, ami a mai napig a meghatározó filmélmény? Azért, mert mondjuk olyan időszakban ért, vagy annyira fiatalon ért. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon... Ne, tulajdonképpen mind, amit itt felsoroltam, vagy ezek mind meghatározó föl. Élmények. Ezek mind. Nem soroltad, de megmutattad, és így felolvastunk egy-kettőt. Csak egy példa, a Házi buli című filmre azért írtam,
zenét, a szöveget. Ó, Sophie Marceau. Mert, igen, így van. Mm. Mert az unokahúgom akkoriban volt 13-14 éves, szerelmes volt, és gondoltam, írok neki egy kis szöveget. Mekkora film volt, édes Krisztus, ugye, milyen édes kis film, igen. Hát a szülőknek ajánlott, hogy, hogy a gyerek mennyire... Igen, és mondjuk. Akkor a koncerten majd lehet látni képeket is a filmekből? Tehát olyan lesz egy kicsit az egész, mint egy nagy mozi élmény? Vagy hogy képzeljük el ezek? Állóképek, mozgóképek? Azt hiszem mozgóképek mind, mert hátrafelé ritkán szoktam énekelni. Aha. Szóval általában szemben vagyunk a közönséggel, mögöttem megy a vászon a film. Igen, film jelenetekkel tarkított, és mi énekelgetünk benne egy páron ebben a színdarabnak nevezhetném tulajdonképpen. És nagyon szórakoztató lehet, mert a közönség, amikor meglátja a film jelenetet, például a Valaki ma éjjel, biztosan ismeritek a Grease-ből ezt a tart, amit szeretnék elénekelni Nyíregyházán, akkor úgy fölismerik hirtelen, hogy de hiszen ezt a zenét is ismerem, azt is ismerem, úgyhogy sokan szeretik a filmzenét, szerintem a filmzene az kipusztíthatatlan. És rólad tudható az is, hogy ugye tele a naptárad nyári koncertekkel, de te ezt nem bánod, mert hogy nagyon szereted a nyári koncerteket. Más a nyári koncertek hangulata nagyon, mint a évadközi koncertek. Más, mert csípnek a szúnyogok. Az a jó. Szabadabb minden? Vagy a nyári éjszakák melege? Olyan igazi szórakozás jellege van a nyári műsoroknak. Gondolj csak bele, hogy nem elég, hogy fújja a szél a hajadat, mondjuk most a Katikának köszönhetően gyönyörűen befonták a tévésminkben, köszönöm szépen, így utólag is, hanem jönnek az illatok, az emberek vidámabbak, sokkal lezserebb egy szabadtéri előadás, mindig lezserebb, mint egy zárt teremben lévő. És akár improvizálsz is olyankor, mondjuk, ha a közönség valamit külön kér, vagy bekiabál, akkor persze. Te... Van, amikor a kapella eléneklek egy részletet a dalból, mert éppen a zenekar nem tudhatta azt a dalomat, mert honnan tudták volna, amikor ezelőtt 50 évvel énekeltem, szóval zenekarom tagjai általában fiúk, és sokkal később születtek, mint ahogy ezeket énekeltem. És a zárt teremnek megvan a varázsa, most Ózdon voltunk nemrégiben, és elképesztően jó közönséget kaptunk, vagy Újfehértón voltunk. Nem tudom, tudod-e, hogy mi a különbség Újfehértó és Ófehértó között? 40 kilométer és 10 000-re kevesebb lakosa van. Én megkérdeztem a polgármester urat, ott is első pillanattól kezdve tapsoltak. És olyan édes meglepetések érnek, hogy például egy rajongóm tudja, hogy nem szeretem a nagyon nagy csokor virágokat, mert azok nem férnek el az autóban. Többen utazunk, gitár is van, zongora is van. És kaptam egy ilyen icike-picike, itt a telefonomon rajta van egyébként, ilyen kis kaktuszt. És képzeld el, kivirágzott. De jó. Ilyen picit nagyobb a virágja, mint a maga az egész kaktusz. Az a legkisebb virágcsokor, amit eddig kaptam életemben, egy ilyen pici méretű. De olyan fantáziadús, van egy rajongó táborom, akik mindenhova elkísérnek. Szegedről jönnek, Székesfehérvár, Budapest, még Brassóba is elkísértek bennünket, képzeld el, pedig az... Ugyancsak messze van. Legyen sokáig így, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Erőt és boldogságot kívánunk a nyári koncertekhez. Nagyon szépen köszönöm. Nem engeded meg, hogy még ezt felolvassam. De én bármit. Dunasziget, Nagykanizsa, Berettyóújfalu, Farád, Eger, ezek vannak tervbe véve. Kiskunlacháza holnap. Hát körbejárod az országot. Azt szeretem. Nem fogsz unatkozni a nyáron. Nem unatkozom soha. Imádom. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönjük.